Sok szeretettel köszöntöm Önöket, a Fehérvár Televízió Családőrzők című műsorát látják. Engedjék meg, hogy bemutassam vendégeinket, Fekete Cseri Zsuzsannát, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetőjét. Szervusz Csilla, sok szeretettel köszöntelek benneteket. Pap Csilla, mediátort. Szia Csilla, szeretettel köszöntök mindenkit. És ezúttal új vendéget köszönhetünk ebben a csoportban, úgyhogy sok szeretettel köszöntjük Bence Andrást, a Nyugat-Dunántúli Egyházkerület püspökhelyettesét, a Székesfehérvári Evangélikus Egyház közösség lelkészét, és nagyon köszönöm, hogy vállaltad a beszélgetést. Én is köszöntelek benneteket, és nézőket is szeretettel. Annyit mondanék magamról, hogy a mai témához illően én egy nagypapa vagyok. Van 4 unokám is, és 3 leányom, még 3 vejem is hozzá. Igen. Akkor a tapasztalatok vannak a műsorhoz mindenképpen. Igen. A Családőrzők előző műsoraiban a szerepeket kerestük a családban, arról beszélgettünk, hogy hol van az anya szerepe, hol van az apa szerepe, aztán persze a gyerekek feladatai és szerepe is szóba kerültek. Most itt az ideje, hogy beszélgessünk a nagyszülőkről, 3 már nagyszülők vagyunk, úgyhogy így már abszolút első kézből vannak információink, majd át a szakemberek tudják, hogy ilyenkor mi is a lényeg, hogy hol van a nagyszülő szerepe, és nem is tudom, hogy itt most anyós-após tekintetében nézzük ezt a kérdést, vagy tényleg ott, hogy hol helyezkedik el a családban a nagyszülő? Hát gondolom kezdődik ott a helyzet, hogy együtt él a családdal, vagy nem él együtt a családdal. Így van. Csak egy pici kiigazítás. Csilla is tiszteletbeli nagymama, én azt gondolom. Így van. Úgyhogy adjuk meg neki is ezt a helyet és szerepet. Persze, nagyon-nagyon fontos és nagyon meghatározó az, hogy a fiataloknak sikerült a saját fészket felépíteni, és odaérkezett a baba, vagy több generáció fog együtt élni. Ez azért nagyon sok mindent meghatároz. Ha több generáció él együtt, akkor nagy valószínűséggel a fiatal pár nem a saját otthonában él, hanem a szülőknél. Ugye mindenképpen valakinek az anyósánál és valakinek az apósánál. És ez egészen más helyzet, mint amikor a saját otthonukban élnek a pici gyerekkel, amikor az megérkezik. Az egy teljesen más közlekedés egymás között, és egy teljesen más kommunikációs rendszert fog kérni és feltételezni. Nem lehet, hogy a kapcsolat azon is múlik, hogy tényleg a nagyszülő lakásában élnek együtt, vagy a nagyszülőt veszik magukhoz a saját lakásukban? Ez teljesen más attitűd. Ha a nagyszülőt veszik magukhoz, akkor már feltételezhetjük, hogy a nagyszülő olyan helyzetbe került, és olyan állapotban van, hogy ő is gondoskodásra szorul. Hát ez ritkán esik egybe a pici gyerekes családokkal. Ott általában már az a helyzet, hogy inkább kifelé mennek a gyerekek, és akkor a gyerekek helyére hozzuk be a nagyszülőket. A nagy átlag, persze vannak eltérések ebben is. Abszolút egyetértek ezzel, még annyit fűznék hozzá, hogy akár így, akár úgy, amikor egy unoka születik, vagy egy gyerek születik egy családban, az nyilván pozitív értelemben, de mégiscsak fenekestül felforgatja az addigi életrendet, hogyha addig is együtt éltek. Tehát nyilván addigra már valamit kialakítottak, de ez ezzel az új gyermek érkezésével mindenképpen felborul, és új szabályok írására készteti a családot, hiszen ha nem egyeztetik le azt, hogy kinek mi a szerepe, és mondjuk mennyi a szerepe, vagy mit várok a nagymamától, mennyi segítséget, vagy milyen feladatokat szeretnék úgymond rárólni, vagy akár a nagypapára, akkor azért ez a fenekestül felfordulás, ez hatványozódhat. Tehát ilyenkor azért érdemes és hasznos megtárgyalni azt a családban, hogy mi lesz, hogyha ez a gyermek megérkezik, és tényleg hogy változnak a feladat és a szerepkörök. Van tapasztalatod ebben, András? Nekem nincsen, hála Istennek, erről tapasztalatom. Tehát, hogy a mi családunkban egy ízben éltünk nagyon rövid ideig úgy, hogy az egyik lányom még ott laktak nálunk. Rövid idő volt, átlátható idő volt, hogy meddig tart ez, 2 hónap, és ezért könnyebbek voltak a játszmák, de azért ott is kijött már ez rövid idő alatt is, hogy nekünk szülőként, vagy igen, akkor még csak szülők voltunk, szülőként nagyon meg kellett gondolnunk azt, hogy mit látunk meg, nem is az, hogy mihez szólunk hozzá, hanem hogy mit látunk meg. Így van.
És a konyháról ne is beszéljünk. Arról nem is beszél, de bár nálunk a jobbik felállás volt, mert hogy a lányom még laktak velünk, és nem a fiú szüleinél éltek, mert ott a anyós-meny kapcsolat ott a konyhában azért tényleg egy veszélyes helyszín lenne. Egyébként azért régebben ez egy teljesen elfogadott felállás volt, hogy generációk együtt éltek. Ezt is az új felgyorsult életünk hozhatta. Hát azért nem teljesen az életszínvonal emelkedése. Azért nem teljesen együtt éltek. Egy udvarban éltek, de volt egy első lakás és egy hátsó lakás. És ebben a szülők, az idős szülőknek a bölcsessége nyilvánult meg, hogy ők mikor költöztek hátra. Mert ezzel azt is kimondták, hogy ki az, aki az egész gazdaságról gondoskodik. Ebben a helyzetben tényleg ez egy picit más volt, bár igaz, hogy többet voltak odakint, mint bent. Valóban, ha nagyon messzire múltba megyünk vissza, ha annyira nagyon nem megyünk messzire, csak mondjuk egy 50 évvel ezelőttre, akkor már ugye az a klasszikus rendszer, ami akár a városi életben, akár a falusi életben megnyilvánult, az kezdett elmosódni, és kezdett átalakulni, és kezdett átváltozni. Ugye, hogyha gondolunk a 70-es évekre, akkor már azért bőven megvolt a panelprogram indítva, és rengeteg fiatal költözött be oda. De abban az időben, ha együtt laktak generációk és a régi életben, annak nagyon-nagyon sok pozitív hozadéka volt. Egyrészt mindenki meg kellett tanuljon alkalmazkodni. A mai világban mi az egyik legnagyobb hiányosságunk? Az alkalmazkodás képessége. Mindenki a saját portáján akar úr lenni. Ez az egyik. A másik, a családnak a működése az a nagy család szintjén működött. Ugye ma mikrocsaládok vannak, anya, apa, egy vagy akárhány gyerek, és valahol, vagy közelebb, vagy távolabb a nagyszülők. Ez ugye rendkívül nehéz és bonyolultá teszi a helyzetet akkor, ha valamelyik gyerek megbetegszik, ha valakinek problémája van, ha valakinek nehéz, nem számíthatnak senkire. Nincs, főleg most ebben az időszakban, vagy abban a világban, ahol már simán 80-100 kilométerre laknak a nagyszülőktől a családok. Ott aztán végképp nincs, aki beugorjon a gyerekére az óvodába, ha én túlórázok és nem érek oda, vagy bármi más hasonló probléma van. Tehát, hogy innentől kezdve, ahogy atomizálódtak a családok, megszűnt a családoknak az a fajta védő, ellátó funkciója, amiben biztonságban érezhette magát a család minden tagja. Lehettek ott nézeteltérések, lehettek ott torzsalkodások, lehet, bármi lehetett, de együtt, közösen mindig mindent meg tudtak oldani. Most mindent neked magadnak kell megoldani. Sokkal nagyobb az elmagányosodás. Igen, viszont ami azért a pozitív hozadéka, ha ezt mondhatom, hogy temetkezzünk most a mostban, hogy reziliensek leszünk, tehát megtanuljuk a rugalmas ellenálló és alkalmazkodó képességet itt is, hiszen annyi feladatnak kell megfelelnünk, olyan óriási tempóban és olyan óriási elvárásoknak, hogy ez viszont egyfajta személyiségfejlődést is okoz, nyilván torzulást is, mert ugye egyik kezével ad az élet, a másik kezével vesz, de mivel a felgyorsult információs társadalmi formát éljük, ugye az ipari társadalom, és előtte volt ugye a mezőgazdasági társadalom, teljesen más tempó volt, másfajta életvezetés volt, hát már amennyire vezették, mert nem is mindig volt ez tudatos, nagyon sokszor csak sodródtak a családok. És hát ne felejtsük el a háborúkat, ahol traumatizálódtak a nagyszüleink, a szüleink, hiszen nagyon sok... Az én szüleim például akkor születtek a 40-es években. Tehát, hogy azért itt nagyon sok hatás lecsapódik a mostani társadalmi rendre. De azt gondolom, hogy az atomizált családok vagy a mikrocsaládok is képesek azért megoldani a dolgokat, vagy a feladatokat a problémákon keresztülvergődni, hiszen van egy apa és egy anya jó esetben, ugye optimális esetben, ha ők összefognak, akkor így is képesek vagyunk megoldani. Nyilván nagyon szép lenne az, amiről beszéltünk, a tradíció és az összetartó nagy család, de tudjuk azt, hogy ebben a társadalmi rendben a mai 21. századi ember életvezetésében szinte lehetetlen az, hogy együtt éljünk, hiszen annyira más az életvezetés, mások az értékrendek, mások az igények, megváltozott minden. Tehát, hogy persze visszanyúlunk a régihez, az ősihez, a jóhoz, ami modell volt akkor, és jó modell, de nyilván valahogy azt a modellt modernizálni kell erre, hiszen ebben nem megvalósítható az. Tehát a jókat érdemes kivenni, és valahogy rugalmasan megoldani ezeket
úgymond akadályokat, feladatokat. Jól érzem azt, hogy átalakulóban és még nem kialakultban van most ez a felállás, hogy mégis a nagyszülőnek hol a szerepe a családban? Mert persze, szeretnek a fiatalok önállósodni, szeretnek saját lakásban élni, de valahogy a nagyszülő mégis kellene, és mégiscsak szükség volna rá, és mégiscsak ott van a nagyszülő. Csak valahogy, mintha még most ebben a helyzetben vagyunk, hogy hirtelen nem is tudják, hogy mit kezdjenek vele, főleg, ha csak egy gyermek van még, és az is kicsi. Igen. Hát én úgy gondolom, hogy ha már több gyerek van, akkor már a logisztikába kénytelen kelletlen be kell keverni a nagyszülőt is. Azt hiszem, a nagyszülőnek sokkal több a feladata, mint hogy ilyen pillanatnyi napi segítség legyen. Tehát amennyit én belelátok családokba, vagy saját családunkban érzékelem, az a nagyszülőnek az az ajándék, hogy mesélni tud. Hogy van története, múltja. El tudja mesélni, hogy ő hogy ismerkedett meg a nagypapával. El tudja mesélni azt, hogy hogyan élte át ezt és ezt a korosztályt, vagy időszakot, történelmi időszakot. És ez a történelmi háttér, a mesélés képessége, az egy külön ajándék, ami szerintem küldetés a családnak, vagy a nagyszülőknek, és távolról ez virtuálisan nem igen működik. Mert arra, az még megoldható, hogy a nagyszülő nézi a gyerekeit, ahogy fürdetik, kamera ide, kamera oda, bekapcsolva ez az, és ebben még részt tud venni, de abban, hogy odaüljön az unokája mellé, és meséljen neki egyet, vagy énekeljen neki egyet, az egy másik szerep lenne, és másik feladat lenne. Hát főleg így, hogy manapság a nagyszülők jó része még aktív, még dolgozik, így aztán abszolút nehéz úgy együtt lenni az unokával, mint úgy régen. Igen, például most a saját sztorim jutott eszembe, hogy amikor az én lányom született, akkor az anyukám, vagyis amikor kellett volna, hogy vigyázzon rá, ő még dolgozott, mert a 40-es évei végén járt. Tehát ő fiatal anyukaként szült engem, és én is csak 23 évesen lettem anyuka, hiszen akkor még ez volt a trend, tehát akkor még nem tolódott ki a szülés időszaka, hanem teljesen ez volt az alapértelmezett, hogy egy nő 20 évet betöltött, akkor férhez ment, gyereket vagy gyerekeket szült, és belekerült az anyaság misztériumába. És az én anyukám abszolút fiatal volt, tehát dolgozott, aktív volt, tehát nem tudott kvázi részt venni abban, hogy vigyázzon a lányomra, viszont szerencsém volt, mert az anyósom korengedmélyes nyugdíjban mehetett, és ő vette ki a részét, és napi szinten, tehát tényleg ment érte óvodába, hozta, vitte, segített, nagyon sokat külön főzött neki, amit szeret, és hát rengeteget mesélt, amit te is mondtál, András, rengeteget mesélt a lányomnak, régi történeteket, és a családról, tehát az ő szüleiről és azok szüleiről, mert ugye hogy épül fel a gyökerünk, hogyha tudjuk, hogy fölöttünk még kik és hányan vannak, és tudunk róluk történeteket. Nem volt benned féltékenység érzet, hogy jobban kötődik majd hozzá, mert hogy több időt töltenek együtt, és a kedves időt, mert ugye mi nagymamák szeretjük azt mondani, hogy nekünk csak kényeztetni kell. Igen, és ez így is van. Azért nem volt, mert ő teljesen mást adott, mint amit én tudtam adni, hiszen más személyiségek vagyunk. Én ugye anyuka voltam ebben a feladatban, ő pedig nagymama volt, és ő inkább ezt a gondoskodó, törődő, tradicionális vonalat hozta, amit tényleg egy nagymamától el is várunk, és ami alapértelmezett, én pedig ugye adtam az anyuka a feladatokat, és ez így nagyon szépen kiegészítette egymást. És én a mai napig például hálás vagyok ezért. Az nem lehet, hogy gyerekeinknek gondot okozunk azzal, hogy mi csak kényeztetjük az unokát? Szerintem azért nem. Én azt szoktam mondani, hogy az unoka Isten ajándéka azért, mert egykoron szülő voltál. Tehát igenis, Isten ajándékát azt úgy fogadjuk, hogy fényezzük, kényeztetjük, felemeljük, szeretjük, amiket te is elmondtál itt az előtt. És a gyerekek nagyon jól meg tudják különböztetni a két felnőttet, két felnőttnek a küldetését. Piszkosul tudják, hogy itt így kell viselkedni, ott úgy kell viselkedni. Így van. És néhány családban hallom azt, hogy a nagyszülő tanítaná mondjuk a gyermekeket imádkozni, és a szülők azt mondták, hogy ezt nem szabad, mert hogy mi nem ebben akarjuk őt nevelni. És azt gondolom, hogy ez a fajta féltékenység sem állja meg a helyét, a fordított sem állná meg a helyét, hiszen a gyermek meg tudja különböztetni a szüleit a nagyszüleitől, és ezért nem kell őt félteni attól, hogy,
hogy milyen behatás éri a, nagy, a szerető nagyszülőtől. Ez én köszönöm ezt a konfliktus helyzetet, ezt meg fogják lovagolni a hölgyek szerintem igen, rögtön. Igen. Ez egy nagyon-nagyon, és én nem is érzem konfliktus helyzetnek, tökéletesen egyetértek abban, avval, hogy én úgy szoktam fogalmazni, sokszor jönnek hozzánk és a szülők, és akkor mondják ezt, hogy de az anyósom, de az anyám, de a, és akkor én mindig elmondom nekik, hogy de a gyereked, viszont egy rendkívül intelligens lény, és tökéletesen tudja, hogy a nagymama üzemmód, a nagypapa üzemmód, az óvónéni üzemmód, az anya üzemmód, az apa üzemmód, tehát ezeket úgy megtanulja, hogy a nagykönyve meg van írva, és remekül alkalmazza, abban a pillanatban átlényegül, ahogy egy másik helyzetbe került. Tehát a gyerekek a világ legnagyobb túlélői. Nagyon nagy energiákkal rendelkeznek ezen a téren. De, és ez a lényeg, amit ő kap, bárhonnan kapja. Valahogy úgy tudom ezt megfogalmazni, hogy megszületik a gyerek, az egy korsó, amit mi az élők, az élet, aki körülveszi őt, megtöltjük mindenféle tartalommal, mindenféle jóval, mindenféle lehetőséggel, mindenféle örömmel, mindenféle élménnyel, mindenféle történettel, emlékekkel. A mi múltunkból adunk neki, a bölcsességünkből adunk, a félelmeinkből, a szorongásainkból, a szokásrendszerünkből, a tradíciónkból, mindenből. Na most minél többen vesszük körül ezt a gyereket, annál több olyan inger éri, amit ő aztán később elraktározva, felnőttként úri kedve szerint szelektál, és azt mondja, hogy most ezt veszem elő, onnan azt tanultam, innen ezt hoztam, onnan amazt hoztam. Mindenkinek van az életében egy emléke, ha ismerte a nagypapáját, ami a nagypapáról szól. És ha megkérdezed, akkor azonnal bepárásodik, a te csillogó lesz a szeme, és mondani fogja, hogy ő neki mi az, de ugyanilyen igaz a nagymamára is. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, ezek építenek belülről, ahogy mondtad, a gyökerünket fogja adni, és azt a fajta biztonságérzetet, hogy mi ennyi szálon kötődünk a világhoz. Mint a fának a gyökerei, ahogy szépen a talajból szívják fel az információt, energiát. Ez ugyanígy van nekünk, embergyerekeknek a lelkével is. Szívjuk fel az információt. Tehát nem kell azon aggódni, hogy másféleképpen szeretné tanítani, vagy mondjuk nevelni a gyereket a szülő, mint a nagyszülő? Először is a szülő neveli a gyereket, és nem a nagyszülő. A nagyszülőnek nagyon komoly hatása van a gyerekre. Ha együtt laknak, akkor viszont nagyon ajánlatos megegyezni abban, hogy ki irányít. Mert ha együtt egy háztartáson belül élnek, és nincs meg ez az első ház, hátsó ház, emelet, földszint, akármilyen szeparálódási lehetőség, akkor az egy nagyon-nagyon fontos és kardinális kérdés, hogy ahhoz, hogy élhető legyen az élet, és hogy tarthatóak legyenek azok a keretek, amin belül mindenki otthon érzi magát, és biztonságban érzi magát, ahhoz a szabályokat le kell fektetni. Tehát valóban nem teheti meg a nagyszülő, hogy majd én okosabb vagyok, meg majd én tudom. Egyrészt azért, mert már régen nem tudja, mert ami 40 évvel ezelőtt volt, az már hol van. Másrészt az ő fia vagy a lánya, az egy szuverén személyiség, és majd ő eldönti, hogy ő mit szeretne a saját gyerekével, és ez az ő joga, és ez az ő tisztelés, és semmilyen nagyszülő nem veheti el tőle. Mint ahogy a szülő sem veheti el azt a jogot a nagyszülőtől, hogy adott esetben egy picit kényeztesse. Ahogy a szülő sem veheti el a nagyszülőtől azt a jogot, hogy értelmes, tartalmas, minőségi időt töltsön az unokával. Egy dolog kivétel, és az minden szabályt felülír, az pedig az, hogyha a gyermeknek egészségügyi gondja, baja, problémája van, ott nincs kényeztetés, ott a szabályok azok, törvények, és azt nem lehet megszegni. Például, ha egy speciális étrendje van a gyereknek, akkor nem mondja azt a nagymama, hogy ó, két szem ropi még nem áltott meg senkinek. De, meg tud ártani. Vagy egy túró rudit, de, lehet tőle baja. Tehát, hogy itt, és ez a szülőnek a döntése, és ez a szülőnek a kompetenciája, ebben még véletlenül se akarjon okos lenni egyetlen egy nagyszülő sem. Hogyha a szülő és a nagyszülő között feszültség van ezekben a dolgokban, azt a gyerek azért megérzi, és várhatóan kárára. Az biztos. Ez kellemetlen. Persze, meg elkezd játszmázni, megtanítjuk a játszmázásra a saját gyerekünket, vagy akár kis hazugságokra is a célja érdekében. És ez megint csak torzítja a személyiséget. Tehát ezzel nem fényesítjük és emeljük őt, hanem olyan dolgokra tanítjuk, ami nem hasznos, nem eredményes és nem etikus. És ugye arra is megtanítjuk, hogy kvázi mi is játszmázunk. Tehát a gyerek teljesen leszkenel minket, és amit lát, hal, főként 6 éves korig ugye látensen tanul, minden, amit lát, minden, amit hal,
azt reprodukálja és produkálja a mindennapokban. Egyébként még annyit az előző, amit mondtál, hogy tehát a szülő az első rendű a gyereknevelésben. Tehát a szülőt nem ugorhatját ebben a kérdésben a nagyszülő. Megbeszélhetik, vagy egyeztethetik a nevelési elveket, az értékrendeket, de mindig az apa és az anya az első. Tehát én, mint nagymama, nem mondhatom azt, hogy felülírom azt a szabályt, amit te hoztál, átlépek rajtad, és majd én mondom a gyereknek. Tehát a szabályok, azok alapértelmezettek, kőbevésettek, és mi felnőttek külön egyeztetünk, ha változtatást igényel. És utána közöljük a gyerekkel. Tehát nem megelőzve azt. Igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés. Például egy viszonylag, legyen 4 éves az a kisfiú vagy kislány, teljesen mindegy, nagymamánál van, nagymama megebédelteti, igen, a kedvenc kajáját kapta a gyerek, mert hát a nagyinál van, miért ne azt kapná? Hát világos, hogy azt fogja kapni. Megcsináltuk neki, ő nagyon boldog, nagyon felpörgött, nagyon jól érzi magát, nem megyek aludni, mama. Jó, akkor most nem kell, gyere, akkor, tehát ilyen nincs. Ez például kritikus, egy olyan dolog, hogy igenis a nagymamának ugyanúgy le kell fektetni azt a gyereket, ha ő igényli a délutáni alvást, mert át lehet azt hidalni, és ki lehet cselezni a dolgokat. Na de délután meg este, amikor a nagymama elengedte az unokájának a kezét, és hazamegy a családhoz, akkor viszont a család fog nagyon-nagyon megszenvedni ezzel a helyzettel. Tehát azért van felelőssége mindenkinek, és ezzel a felelősséggel kell hozzáállni a dologhoz. Nos, tehát azért a nagyszülőnek sincs feltétlen könnyű helyzete. Mert mi van, hogyha ha nem látja ő annyira, tehát nincsenek sokat együtt, csak ritkán találkoznak, és nem látja annyira, hogy a szülők milyen irányt követnek a gyermeknél. Kéren információ. Így van, egyeztetés kérdése. Például én így gondolom, annó titeket így neveltelek, ti most hogy csináljátok, én alkalmazkodom hozzátok, hiszen ti vagytok a szülei. És azokat a nevelési elveket, stratégiákat követem, amiket ti követtek. Tehát nem megyek széllel szembe, nem megyek veletek szembe, mert akkor a gyerek nem fog érteni, hogy mi ez, hogy egyszer, igen, egyszer, nem fekete, fehér, ott tűz, ott víz, tehát nem fog tudni eligazodni, és beindul a játszma, amit az előbb is említettem, hogy jó, akkor ott azt lehet, persze ezt tudjuk, hogy egyébként ezeket az üzemmódokat ismerik, de egy olyan fajta viselkedés mintázatra neveljük rá, ami nem lesz hasznos és előnyös hosszú távon. Vagy, ha neki hasznos is lesz a gyereknek, mert mindenhol eléri vagy kivívja a célját, a szülők és a nagyszülők szenvedik el, főként kamaszkorban. Igen, mondjuk itt egy érdekes felállás lehet, amikor annyira jó a kapcsolata a nagyszülővel a gyereknek, hogyha mondjuk már kamaszodik, és a szülő valamit nem enged meg neki, akkor a nagyszülőhöz próbál fordulni, a nagyszülő meg igyekszik elintézni a szülőnél, mert hogy én is így neveltelek, igen, és akkor most engedd el azt a gyereket, mi az, hogy ő nem akar, hogy te nem akarod elengedni. Nagyon-nagyon izgalmas érzés lehet, és pillanat lehet, és lehetnek hatásai a gyermek fejlődésére. Abszolút, hát ugye főként kamaszkorban, amikor ugye az én identitáskeresés van, az, hogy ugye sokszor mondtuk már, hogy ki vagyok én, merre tartok, hová tartok, mi a világ véleménye rólam, hogy lát engem a külvilág egyáltalán, kik a barátaim, milyen a családom, ki az anyám, ki az apám, ki vagyok én, ugye keressük magunkat, akkor egy ilyen helyzetben, amikor lavíroztatjuk, tehát hagyjuk, hogy játszmázon és lavírozik A-ból B-be, és mindenhol valamit felcsippent abból, ami neki jó, akkor sajnos megint csak a hazugság kapcsol be, és az, hogy összezavarodik, tehát nem fogja tudni a szabályokat, nem fogja tudni azt, hogy most ez helyes, ez helytelen, illetve lehet, hogy a lelke mélyén talán még sejti is, mert kaptam innen is valamilyen értékrendet, itt is mondtak valamit, ja lehet, hogy úgy kéne, de majd a mama meg a papa majd elintézi, tehát hogy ez... Hát, hogyha nem elintézi a papa meg a mama, hanem közben jár, vagy közben segítséget jár, nyújt, vagy egyszerűen csak meghallgatja azt a gyereket, akit a szülők már nem tudnak meghallgatni, mert nekik már tele van a fejük az ő saját kamasz gyerekükkel, mert az mindig ellentmond, mindig, de a nagymama meg tudja hallgatni, akkor lehet egyfajta csatorna a nagymama a szülők felé, nem úgy, hogy én majd kipótolom azt, amit, vagy én majd lebeszélem a szüleiddel, de hogy segítek neked ezt az ügyedet elintézni a szüleiddel. Ez a szerepe a nagyszülőnek. Segítek. Ez a szerepe a nagyszülőnek. Nagyon-nagyon fontos szerepe, ez egészen kicsi kortól kezdve, hogy én segítek. Segítek akár abban, hogy a gyerek és a szülőnek a kapcsolatát rendezem. Segítek abban, hogyha az unokámnak bárhol, bármilyen gondja, baja van, ahhoz képest mit tudok én hozzátenni, hogy emelkedjen az egész helyzet. Igen, nem kényszerítjük a gyereket
játmázásra, vagy nem csinálunk olyat, hogy a szülő feje fölött átnyúlva a nagyszülő valamit tegyen. De az egy nagyon-nagyon fontos szerep, pont ez a szerepe a nagyszülőknek, hogy a nagyszülőnek legyen annyi ideje, hogy az ölébe veszi, és meghallgatja, és elmeséli. És nem fogjak sürgetni, és nem fogunk rohanni, és én ezért arra is kérem a nagyszülőket, az aktív nagyszülők, akik egyébként dolgoznak, mint mi is mindannyian, hogy amikor együtt van az unokájával, akkor ő legyen a főszereplő. Tehát akkor ne legyen más, akkor mindent félreteszünk, akkor én tényleg ráfigyelek, akkor én tényleg vele foglalkozok, és akkor tényleg az a fontos, hogy mi hogyan érezzük jól magunkat együtt. Amikor ez a két nemzedék van, amikor ott van, jelen van a harmadik nemzedék is, én arra is nagyon fontos, vagy azt is nagyon fontosnak találom, hogy a szülők és a nagyszülők között legyen folyamatos beszélgetés, amit lát a gyermek. Így van. Tehát a gyerek az mindig érzékelje azt, hogy a szülei és a nagyszülei jóba vannak egymással, és összetartoznak. Bizony. Abban mindenképpen biztos vagyok, hogy egy hét múlva a következő műsorban a nagyszülőknek szerepe lesz még nálunk. Én nagyon szépen köszönöm most a beszélgetést Fekete Cseri Zsuzsannának, Pap Csillának és Bence Andrásnak is. Kedves nézőink, én köszönöm, hogy itt voltak velünk. Ahogy az imént is említettem, Családőrzők című műsorunkkal egy hét múlva újra jelentkezünk. Viszontlátásra!